Az Ajka TV a nyári időszakban sajátos műsorokkal lép a nézői elé. Ezekben valamilyen szempontból érdeklődésre számot tartó személyeket mutatunk be portrészerűen. Legtöbben már a helyi hírekben is szerepeltek, de olyanok is akadnak majd közöttük, akik még nem. Igyekszünk olyan dolgokat is megtudni riport alanyainkról legtöbbször sikerrel, amik nem annyira közismertek, mint ahogyan ez a következő beszélgetésből is kiderül. A terasz mai vendége Gróf Roland Mentős. Szeretettel köszöntöm az Ajka Televízió nézőit új műsorunkkal, a terasszal, amelyben olyan érdekes embereket hívtunk meg, akiknek a neve ugyan már felbukkant a hírekben, viszont sajnos azt, hogy ők kik is valójában, nem tudhattuk meg. Ezt a hiányosságot szeretnénk pótolni, velem szemben foglal helyet Gróf Roland, aki mentős, pizzafutár, és ez mellett még a barátai, hogyha felkérik, akkor szívesen bőfékedik. Így van. Üdvözöllek, szia! Szervusz, köszönöm. Meséljél egy kicsit nekem erről a mentőségről, a pizzafutásról, úgy összességében, hogy hogy lehet, hogy fér bele egy napba ez? Hát egy napban nehezen, mert a mentőknél ugye már 12, illetve 24-es műszakok vannak. Most is per pillanat egy 24-es műszakból jövök, úgyhogy mondhatom, hogy nagyon friss vagyok, de majd a koktéllal még frissebb leszek. És hát a mentő ugye már a fő foglalkozás, mentőgépkocsi vezető vagyok, hogy így pontosabban fogalmazzam. Mellette ez a pizzafutár, illetve a vőfékedés, a pizzafutárság nyilván a mentőnek az úgymond luft napjai, amik még maradtak fenn. Tehát ezek teszik ki azokat a napokat. A pizzafutárság egyébként úgy jött ebbe be az egész életbe, hogy a 24 órás szolgálat az ugyebár lebontva 7 napot viszel a hónapból, és a fennmaradóba kerestem egy olyan állást, ahol azért rugalmasan lehet alkalmazkodni a mentőhöz, mert ugyebár sajnos egyik munkavállaló se játssza meg azt, hogy ezek a napok ütközzenek a mentővel, illetve a többivel, de emellett is még ugye már ott maradtak azok a napok, illetve hétvégék, amikor ez a vőfékedési dolgok mennek, illetve hát még decemberben én szoktam lenni a Mikulás, ezzel most a gyerekeknek leromboltam mindent, plusz még barátok általában meg szoktak kérni erre-arra, például Padragon, a születi felvonulásnál a kisbíró, én szoktam lenni. Úgyhogy így mondjuk úgy, hogy a család csak úgy lát, hogy a fényképen meg tudnak nézni. És ez a mentősség, ez hogy jött a te életedbe? Miért pont ezt a szakmát választottad? Hát eredetileg a szakmám egyébként karosszéri rakatos, tehát nagyon messze áll a mentőségtől. Én egy támogató szolgálatnál kezdtem a pályafutásomat 2007-ben, miután kikerültem az érettségiről. Ott még igazából nem is akartam én ebbe a szociális dolgokba belefolyni, csak úgy hirtelen jött a lehetőség, de viszont ott lettem mondjuk úgy szociálisan érzékeny. És hát akkor lett egy olyan lehetőség, hogy az ügyeletes autóra, ami van Ajkán, fel lehetett volna kerülni, ehhez kell egy PÁV 1-es nevű vizsga, amit Budapesten csinálnak. Elmentem gyorsan megcsinálni ezt a vizsgát, de mire megvolt a vizsgám, addigra betöltötték az állást, és akkor mondták, hogy egy barátom, aki már mentős, miért nem megyek el mentőzni. Mondtam, hogy azért a kettő között különbség van az ügyeletes autó és a mentő között, mert azért a mentő mondjuk úgy, hogy ő tényleg benne van a sűrűjébe. De aztán, hát végül is mondom, akkor csöppenjünk bele, aztán majd meglátjuk. Elmentem Veszprémbe felvételizni, ez 2009 már, októberre, tehát már lassan ez a 9. éve, amit a mentőknél töltök. Hát ott legnagyobb meglepetésemre volt egy beszélgetésem az akkori műszaki igazgatóval, ez egy 2 óra, amiből körülbelül
egy 20 perc volt a maga az, hogy én miért akarok idejönni, miért nem, illetve egy 2 órás okítás, hogy milyen a beteg ember, hogy a beteg ember nyugös, biztos ezt akarom megcsinálni, türelem kell hozzájuk, minden, de végül is aztán egy ilyen fél éves, vagy pár hónapos, mondjuk úgy szünet után egyszer csak hívtak, hogy megüresedett egy állás, de nem lenne probléma, hogyha nem Ajkán, hanem úgy kezdtem, hogy Nagyvázsonyban kellene dolgozni, hát mondom, nem probléma, hanem Kecskeméten is bejárósként, mert azért egy kicsit érdekes lenne. Úgyhogy ott megkezdett a pályafutás, és hát én is az első körben úgy voltam vele, hogy úristen, hogyha mondjuk az ember gyerekbalesetet lát, halottat lát, vagy valami, akkor mi lesz, vagy hogyan dolgozza ezt föl. De hát nem úgy mondom, hogy már kiégtem, mert ez se jó szó, hanem ha csak nem tényleg ilyen, ami az embernek, természetesen ilyenek is vannak, amik megmaradtak, akkor fel tudja dolgozni a, most akár egy halált. Természetesen sajnos minden nap találkozunk halállal, újraélesztés is egyre sűrűbben van sajnos, illetve hát nagyon sok az ilyen depressziós és hasonló betegek, de valakinek ezt is meg kell csinálni, hogy a főnököm szokta mondani. És a nehézségek, amik ugye ezzel járnak, ugye például most ugye vehetjük akkor a halált, hát, vagy még esetleg más, ami miatt? Egy kollégám szokta ezt jól mondani, azt mondja, hogy ezt csak úgy lehet csinálni, ha nem viszed haza. Mert ugye vár, hogyha hazaviszed, akkor rágódhatsz rajta is, vagy hát nem azt mondom, hogy beleőrülsz, de belebetegszel, mert egyik kolléga például egy ilyen krónikus bélgyulladás betegséget kapott, mivel annyira rástresszelt mindenre, hogy sajnos ez előjött neki. De én úgy vagyok vele, hogy bemegyek, átkattanok mentősbe, utána kijövök az ajtón, lenyomom a relét, és onnantól kezdve én is csak úgy vagyok, éppen pizzafutár vagy bőfé, fölveszem a szerepeket, mert másképp ezt nem lehet sajnos. És ezt a lelki részt azért az elején, ez biztos azért jobban megviselt, hogy erre amúgy felkészítettek titeket, vagy felkészítenek, hogy ez várható, vagy emberfüggő, hogy ki hogy éli meg, és ki mennyire tudja magát ezen túltenni. Emberfüggő, viszont mély víz volt az eleje, tehát szó szerint régebben ez úgy ment, most már mondjuk úgy, hogy komolyabbak a képzések, de régen ez úgy ment, hogy felkerültél egyfajta ilyen mondjuk úgy szekundáns gépkocsi vezető, ami azt jelenti, hogy betanuló gépkocsi vezető. Akkoriban még úgy van, hogy megy egy gépkocsi vezető, megy egy ápoló vagy szakápoló, illetve te mész velük egy darabig, hogy lásd, hogy miről is szól ez az egész. Egy idő után akkor te leszel a gépkocsi vezető és az ápoló, de 3 hónapig gyakorló vagy csak. És hát a gépkocsi vezetőnek igazából majdnem mondhatnám, hogy annyi dolga van, mint az ápolónak, de ez se igaz természetesen, mert ugye az ápoló szakápolónak van egy képzettsége, de mi dolgozunk a kezük alá. Meg ahogy az egyik régebbi kolléga mondta, a hordáinak 2 vége van, és ugyebár valamelyiket a másiknak is cipelni kell, és mi is tudunk ugyebár újraéleszteni, fel tudunk szívni gyógyszereket a táskából, amit kérnek, adjuk. Ugyebár a beteg mozgatás a mi feladatunk, tehát mi mondjuk meg, hogy ide mondjuk elfér a hordágy, elfér a szék, és ezzel tudjuk biztonságba lehozni a beteget, vagy kimenteni éppen valahonnan. És mi az, ami örömet okoz ebben? Van, ami örömet okoz, például a születések, mert már mondjuk úgy néhányszor keresztapa lettem, mert kis viccesen szoktam mondani, hogy velem még mindenki beért, de volt olyan, hogy elindultunk Káptalan fáról, ugyanezzel elmondatta, hogy velem még mindenki beért, és nemes hajnál meg kellett állnunk, mert szült a hölgy, és hát meg is született ott. Kis viccesen mondtuk neki, hogy kérdezte, hogy most mi lesz beírva akkor, hogy hol született a baba. Hát mondtuk neki, hogy a rendszám lesz beírva, mivel az autóba. De aztán természetesen az van beírva általában az ilyen könyvekben, ahol a lepény megszületik, tehát általában ez 1 órára születik meg az újszülött után, és természetesen Ajka. De ezeken kívül még van a pozitív visszajelzések, például viszünk nagyon sok sümegi pszichiátriai beteget, akivel elbeszélgetsz az autóban, a legtöbb embernek általában az a legnagyobb problémája, hogy nem beszélgetnek vele. És mire odaérünk, az ember beszélget velük, és azt mondja, hogy ez az út többet ért, mint a gyógyulás. Úgyhogy az ilyenek feltöltenek, bár az a baj, hogy sok a negatív élmény, de egy ilyen
pozitív élmény 10 negatívat ki tud ütni. Uh-huh. Úgyhogy ezért megéri. Kicsit áttérve a vőfélkedésre, ez hogy jött amúgy, hogy ezt kipróbáltad magad, vagy próbálgattad, és akkor mondták, hogy jó vagy benne? Hát, hogyha nagyon, nagyon visszamegyünk, akkor édesapám vőfélkedett, de ugyanilyen autodidakta módon, tehát, hogy ő tanulta, uh-huh. és felkérték, és akkor megcsinálta, bár ő neki sokkal jobb volt az ilyen, mondjuk úgy verseket írt. Például minden születésnapomra kaptam tőle egy verset, amiben az adott évnek kifigurázta mondjuk úgy gyengeségeimet. Ezek ilyen vidám hangvétel, néha obszén versek voltak. És ebből ugye bár ez megmaradt, mert mindent, amit írt, azt vagy együtt írtuk, vagy nekem olvasta fel először, vagy ugye a családban el volt. És egyszer egy felelőtlen kijelentést tettem az egyik osztálytársamnak, azt mondtam, hogy egyszer megnősülsz, én leszek a vőfélyed. És ő emlékezett rá. Ez jó, hát egy olyan 5-6, hát inkább 6 éve volt, és hát akkor kénytelen voltam megcsinálni neki, és utána a többi osztálytárs, illetve baráti körbe, mondjuk úgy ez híre ment, mint a népmesének, és azt mondták, hogy te csináltál ilyet, nem? Ja, hát akkor az enyémre is eljönni, persze eljövök. És így tartunk most már olyan 30 fölött uh-huh. esküvők számába. És ugye a vőfélkedés azért Európában jó, megvan egy alapsablon, de ugye, hogy haladunk a úgymond a korral, azért ez is időről időre változik, hogy ezeket a változásokat ezt figyelned kell, vagy nyomon követni, vagy van egy olyan úgymond idézőjeles jól bevált sablon részt, ami bejött, és akkor ezt viszed tovább. Ez az igazság, hogy én modernizáltam ezt az egészet, mert olvastam én szövegeket, ugye már utána mentem ezeknek a dolgoknak. És voltak olyan szövegek, ami annyira, hogy mondjam, a mai kornak nem felel meg, mert hát nagyon nyers. Uh-huh. És igazából hallgatja az ember vicces, de nem annyira, hogy ez mondjuk úgy üssön ott az esküvőn. És egy kicsit megreformáltam ezt az egészet, persze tényleg van egy alapja az egész esküvőnek, ami olyan, hogy például a 24 óra 01 perckor biztos, hogy kezdődik a menyecsketánc. Uh-huh. 23 órakor van a gyertyafénykeringő, tehát ezek az alapok megvannak, és erre jönnek ugyebár, hogy az étkeknél az első, ugyebár a három fogásnak mindegyik fogásánál van egy vers, és ezek az alapok megvannak, de ezen felül nagyon sok ilyen új elemet is bevettünk, mint például a játékoknál. Van például ilyen, mint az egyik ilyen közkedvelt tévéműsor, a Mr. és Mrs. ugyebár, és hasonlók. Meg mondjuk vannak olyan játékok természetesen, ami arról szól, hogy kirészegedik le hamar, de én úgy szoktam leülni a párokkal, hogy megkérdezem, hogy mennyire mehetünk el, ne adj Isten, mennyire mehetünk el a disznóvicce irányába, és a hasonló dolgok, de általában mindig megtaláljuk a közös nevezőt. És lehetnek saját ötleteid? Írsz verseket, vagy ilyen mondókákat? Igen, vannak, meg nagyon sok átkötőt kell írni, ami azt jelenti, hogy nincs két ugyanolyan esküvő, uh-huh. mert például, ha a polgáriról megyünk a templomba, ha ne adj Isten, úgy van, hogy kint van a polgári egy adott helyszínen, tehát hogy nem a polgármesteri hivatalba, vagy a falunak a házasságkötő termébe, akkor kell valami, hogy most induljunk az útra, valami belülről a súgja, és akkor ezeket így szépen, ezek a népbe vonzó uh-huh. szövegeket megírjuk, mert van, aki segít benne általában. Például van egy kollega, aki hasonlóan ilyen autodidaktán ő is el szokott menni vőfélkedni, és van olyan, hogy például szolgálat alatt, ha van egy kis luftidőnk, leülünk, és akkor így ötletelünk uh-huh. egymásnak. Mitől jó egy esküvő szerinted? Hát volt jó már esküvő. Olyan helyzet esetleg, hogy mondjuk nem volt annyira jó a hangulat, vagy a társaság, ugye nyilván ez is. Igen, hát a társaságtól nagyon sok fütő, nyilván itt két család találkozik, és akkor próbáld meg a két társaságot összehozni, úgyhogy az jó is legyen. Ez nem mindig sikerül, ez nem mindig jó, de hát törekszik az ember arra, hogy jó legyen. De voltak már olyan, most így nem fogok említeni semmi olyan konkrét, tehát a lényeg annyi volt, hogy éjfélkor én kértem, hogy hadd menjek haza, mert mondtam, hogy megcsináltuk idáig, de így szerintem elég volt, mert mondjuk, hogyha nem működik együtt a, nem is a társaság, hanem mondjuk úgy az alapfő emberek, akkor sajnos nem jó egy esküvő. És a pizzafutásságnál például nekem, ami így eszembe jut, első kérdés, hogy amikor rendelnek pizzát és te mész ki, akkor azért meglepődnek, hogy te állsz ott mondjuk az ajtónál. Az ismerősök meg szoktak lepődni, azt mondják, hogy hát a mentő, hát mondom az is.
Mondom, bármit rendeltek, én jövök, meg én hozom. Azt szoktam mondani egyébként, hogy annyira jó a pizza, hogy elájulsz, tehát mentősnek kell kihozni. Annak idején autómentőztem is egy kicsit, és volt olyan, hogy ugye meg volt sajnos egy baleset, és a mentőautó meg minden elment, utána megjöttem én az autómentő, és azt mondták, nem rossz autóba szálltál. Hát mondom, csak fölcseréltem a nevetet. A mentőautó, autómentő. Na ugyanilyen a pizza futásság sajnos már sikerült úgy, hogy egyik nap pizzát vittem, másik nap mentővel voltam ott, és néztek rám ilyen kérdően, hogy olyan ismerős valahonnan, mondom, mert egy nap még a kaját hoztam, de mondom, ugye nem attól lettetek rosszul. De hál' Istennek nem ilyen jellegű probléma volt, de azért csodálkoztak, hogy mennyi mindent csinál sajnos, mert minden mentősnek majdnem van másodállása. Nekem ugye már, ha úgy veszük a vőfélkedéssel, a harmadik állás is megvan. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. És kívánom, hogy élvezd továbbra is a nyarat. Kedves nézőinktől búcsúzik a terasz, de hamarosan jövünk egy újabb beszélgetéssel. Kellemes nyarat kívánok Önöknek, viszontlátásra!